A Belvárosi híd újszegedi hídfője és annak környéke reggel 7:30. Minden irányból a hídra, Szeged felé igyekeznek a járművek. Itt nyilvánvalóan nem a város másik részén folyó útfelújítási munkálatok miatt torlódik fel a kocsisor. Egyszerűen ilyenkor sokan indulnak iskolába, munkába. A Liget mellett egészen a védőnő képzőig ér a sor. Ugyanebben az időben 7:30-kor a Dugonics téri csomópontban szintén nagy a forgalom, de klasszikus dugó nem alakul ki. Az is látszik, hogy a villamosok, trolibuszok a tömegközlekedési járműveknek fenntartott sávoknak köszönhetően gyorsabban haladnak az autóknál. A Torontáltér Vedres utca Székelysor csomópontban rendőri irányítással arra szólnak 3:48-kor a híd felé az autók. Sok a jármű, az alsó kikötősor felől is itt csatlakoznak be a többiek közé. Hiába segít a járőr, a híd áteresztő képessége korlátokat szab. A gyalogosok szinte a gépkocsikkal azonos idő alatt juthatnak át a szegedi oldalra. 7:45-kor a Dugonics téri kettős körforgalomnál hullámzó a forgalom, de ha lassú is, végig folyamatos. A Somogyi utca is tele van, de nem dugul be. A Székelysoron 8:00 után 1-2 perccel már lehet látni a sor végét, és az nem ér a sportcsarnokig. De összességében az újszegedi forgalom még nem enyhül igazán, jól mutatja ezt, hogy stábunk 8:45 után a Bertalan hídon jönne keresztül, de megáll a sor, itt is nehéz az átjutás. A belvárosban nagyjából ugyanekkor már egész jól lehet haladni, a Somogyi utca felől is csak 3 autó akar besorolni a körforgalomba. Nem volt könnyű az iskola kezdés reggele, de ha lassabban is, mindenki célhoz ért.